Köszöntöm Önöket a mai műsorban, az irodalomé, a művészet és az adventé lesz a főszerep. Besenyei Gábor író már volt vendégünk, a fiatal alkotó második regénye hamarosan megjelenik. Erről is beszélgetek Gáborral, akit már is itt üdvözölhetek. Szia Gábor! Szia, és köszöntöm a nézőket! Nos, hát 2015 decemberében, tehát közel szűk egy éve jelent meg az első regényed, ugye hatalmas siker volt, kicsit lesek a jövő harcosai, ami lényegében egy ilyen sorozatnak az első része. Na most elérkeztünk a másodikhoz, hamarosan pár nap múlva megjelenik majd ez a bizonyos második regény. Milyen címet kapott, és hogyan fűződik majd az elsőhöz? Tehát tényleg egy folytatásról van szó? A regény címe a Feledés folyója, és abszolút folytatás, közvetlen folytatása a jövő harcosainak, és mindent el lehet róla mondani, amit az előző részről, vagyis azt, hogy ez egy görög mitológiára épülő, múltban nyomozós, időutazós, urban fantasy-s kalandregény. A történet itt egy Léthé nevű istennő körül bonyolódik, aki amúgy nem csak istennő, hanem egy alvilági folyó is egyszerre. Az ő vizéből isznak azok a halottak, akik el akarják felejteni az emlékeiket, hogy az ne kínozza őket a túlvilágon, mert ugye a régi életük, a boldog életük után vágynának, és ez gyötri őket. A problémát az adja, hogy Léthé, maga a folyó is, az istennő is eltűnik a helyéről, és ez okozza a fő bonyodalmat mind az alvilágban, mind pedig a főszereplőknek. A főszereplők maradtak azok, akik az első részben, vagy azért bővült a csapat? Nem bővült, ugyanazok maradtak, magyar fiatalokról van szó, akik belekeverednek ókori görög istenek hatalmi harcaiba, illetve még az első részben csatlakozott hozzájuk egy halálistennő, egy ókori görög halálistennő szintén. Általában ő a kedvence az olvasóknak, ő egy kicsit szarkasztikus humorú halálistennő, és őt szeretik a legtöbben. Hogyha valaki esetleg nem látta az áprilisi beszélgetésünket, azért legyél egy kicsit büszke magadra, és mesélj arról, hogy milyen díjakra jelöltek téged az elmúlt hónapokban, hiszen ez nagyon nagy dolog egy jó értelemben kezdő fiatal alkotótól. Igen. Én amielőtt kiadták az első regényemet, nem tudtam, hogy mennyi blogger foglalkozik könyvekkel, hasonló témákkal. Utána jöttem rá, és vannak ilyen blogger összefogások, könyves összefogások, és az egyik neve a Magyar Könyvek Viadala, aminek az a cél, hogy magyar szerzőket népszerűsítsenek. Így jelöltek az legjobb, 2015 legjobb debütáló regények kategóriában is, 2015 legjobb férfi írója kategóriában. Sajnos nem nyertem még egyiket se, debütálóban harmadik helyen végeztem. A legjobb férfi kategóriában negyedik helyen, de arra még büszkébb vagyok ennek ellenére, mert ott olyan népszerű szerzőkkel mérettettem meg, mint Lakatos Levente, vagy a József Attila díjas Böszörményi Gyula, szóval ez nekem hatalmas siker volt. Hát ez az, és ugye várjuk a további jelöléseket, pláne most, hogy ugye hamarosan pár nap múlva megjelenik ez a regény. Mikor is lesz ennek a debütálása? December 13-án, ha jól tudom, ez egy hétfői nap, és az azt követő hétvégén pedig a könyvbemutató Budapesten a kiadó szervezésében. Na és esetleg a megyebelieknek készülsz esetleg egy kisebb-nagyobb bemutatóval? Tavaly a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár segített és szervezett nekem, szinte átvállalták a szervezésre könyvbemutatót. Jó pár hónappal később, igaz, akkor értünk ide, de most is szó van erről, elképzelhető, hogy lesz könyvbemutató Nyíregyházán is, de szinte biztos, hogy nem 2016-ban, ez már átcsúszik a következő évben. Hát szerintem is, hogyha decemberben igen, megjelenik a könyv, akkor még várjatok egy kicsit, hogy várakozzanak esetleg a helybeliek is, megyebeliek is. Ami még érdekes, nem csak az, hogy hamarosan megjelenik a második regényed, hanem az, hogy egy videoblogot is indítottál. Mi is ez a videoblog, és miért indítottad el? Ahogy mondtam az előbb, hogy amíg nem adták ki a regényemet, nem tudtam, mennyi könyves témájú dolggal foglalkoznak bloggerek, írók, honlapok, és miközben vártam, hogy megjelenjen, akkor kezdtem utána nézni ezeknek a dolgoknak, és belefutottam olyan videókba, ahol úgy nem csak írásban, hanem szóban is ajánlanak, kritizálnak könyveket, és ez megtetszett nekem. És gondoltam, hogy nekem is kell indítanom egy ilyen videócsatornát, amivel könyvekkel is az írással foglalkozhatok. Ezzel csak az volt a probléma, hogy én nem vagyok annyira olyan, aki kiáll a közönség elé könnyedén, vagy akár csak egy kamera előtt elkezd beszélni, szóval elég sokáig gyötrődtem, ez talán túlzás ezt a szót használni. Sokáig gondolkodtam rajta, hogy mi legyen végül, hogy hirtelen határoztam el, hogy ilyen mindegy alapon belefogok. Hát meg a fiatalok, akiknek igazából írsz, azok biztos sűrűbben néznek ilyen blogokat. Az volt a cél, hogy az olvasói nem csak egy arctalan író
lássanak, hanem tudjak velük úgy kommunikálni, hogy közvetlenebbül, hogy beszélhessek nekik az írásról, olyan élményekről, amit íróként élek meg, vagy olyan könyvekről, amit az írói munkám miatt olvasok. Szóval olyan olvasás élmények és az írós életem összefoglalása ez a videoblog. Milyen témák várhatóak még esetleg a közeljövőben? Mondjuk a következő videoblog, amivel készülsz, vagy videó, az miről fog szólni? Megvan már? Igen. Gyerekkorom óta olvasok képregényeket, most top 5 képregényt szeretném bemutatni, ami megjelent magyarul. Utána pedig tervezek belenyúlni a kritika fogadásba, mint íróként, hogy lehet kritikát fogadni. De... Na ez nagyon érdekes, igen, téma, mert biztos téged is kritizáltak. De nem, annyira negatív kritikát nem kaptam, úgyhogy csak vannak olyan helyzetek, amikor a pozitív kritikában is, akár csak egy fél mondat is meg tudja fogni az embert, és hiába pozitív az egész kritika hangja, az író azon kell gondolkodni, hogy ez miért volt itt akkor. Inkább erről van szó. De nem tudom, hogy belenyúljak-e a darásfészekbe, vagy nem. Ó, szerintem simán megengedheted. Te fiatal vagy, és szerintem így a műfajhoz amúgy hozzátartozhatna egy ilyen újabb videó. Bár volt egy-kettő kritika még a kezdetek kezdetén, talán az egyik videódban fel is olvastál egy ilyen részletet, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy mire gondolhatok. Amikor e-mailben kaptál egy ilyen kétsoros választ, hogy... Igen, az mostanában volt, nem is olyan régen. Igen, az elutasításról szólt, de az még, hogy fiatal íróként milyen elutasításokat kaptam, és azért arról szólt ez a videó, hogy ebből is fel lehet állni, és van tovább. Az ember fejlődik, akkor elérheti azt, hogy kiadják a regényét. Nyilván nem mindenkinek van meg a tehetség és tudás ahhoz, hogy megjelenne a regénye, de aki hajlandó a fejlődés, az viszonylag nagy sikereket érhet el. És milyen szép végszó, hiszen te e felé haladsz, tehát tényleg a nagy-nagy sikerek felé, és aki mondjuk felkapta a fejét, hogy videoblog, meg mi lehetett ez az e-mail, amit ugye emlegettünk, hát akkor nézze meg Besenyei Gábor videoblogját. Egy biztos december 13-án akkor debütál a második regényed, a harmadik mikor várható? Azt még csak most kezdem el írni, de nagyon szeretném, hogy ugyanígy egy év múlva megjelenjen a folytatás. Akkor termékeny 2017-es esztendőt kívánunk neked. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél, és akkor maradunk a művészeteknél. Irodalom után most egy kis színház, hiszen Polgári tragédia látható a Móricz Zsigmond Színház színpadán. Az Emilia Galottit Keresztes Attila rendezésében láthatják az érdeklődők, most pedig önök egy pár percben. Te művelt fogtunk, hogy képzeletem én? Emilia Galotti. Herceg ismeri ezt az angyalt? Ritkán játszott darab az Emilia Galotti. Hogyan esett a választás erre? Amikor fölkértek egy rendezésre, akkor valami nagy klasszikus, ez volt a témám. És ajánlottam ezt a darabot, illetve az Ármányi szerelmet. Ugye hát nem véletlenül, mert az meg ebből íródott rá 10 évre. Tehát igazán a történet az nagyon hasonlít. És azért döntöttem végül is emellett, mert ez egyszerűbb. Ezért nehezebb is. Igazán nagy alázat kell hozzá, mert a klasszicizmus szabályai szerint ez reggel kezdődik, este vége van, és akkor a probléma halmaz, tehát a felvetése, ami a becsületről, a szerelemről, arról a keresztény hitvilágról, vagy hát igazán a 10 parancsolatot járja végig, ami ma már lekopott azért, tehát hogy nagyon kíváncsi vagyok például a fiatal emberekre, akik ezt megnézik, hogy hogyan reagálnak, mennyire tartják el. Mert ugye van benne van két nagyon fontos mondat. Az egyik az, hogy az ember tisztasága a legfontosabb, és ugye ennek az ellenkezője rögtön után, ez mindkettőt Emilia Galotti mondja, azt mondja, hogy de hát hús és vér vagyok én is, apa. És igazán ez mai napig így van, hogy egy tisztasága van az embernek, csak lassacskán megtanultunk lemondani róla. Vagy pontosabban viselni azt a koszt, ami után eldobjuk. Na és ebben a történetben hát vagy van, vagy nincs. És ugye ez végül is az a drámai maga, ami mozgatja a darabot.
Nagy alázat kellett ehhez. Ez egy olyan anyag, amiben nem kell nagyon nagyot rendezni, hogy úgy mondjam, hanem egy nagyon, nagyon komoly, alázatos munka után vagyunk a színészekkel, mert itt át kell adni, oda kell adni a színészeknek a színházat, hogy játsszák el. És ebben lehet az ereje. Nagyon jól dolgoztunk. Én szeretem ezt a csapatot, pont a munkássága miatt, az alázata miatt, amiatt, hogy ők valami lényegeset szeretnének létrehozni, alkotni. Úgyhogy nem tudom, bízom benne, hogy a nézők is ezt a fajta munkát majd értékelik, együtt tudnak jönni. Ugye van egy ilyen csodálatos dolog a színházban, a katarzis, az a felszabadulás a végén, amikor kifakadnak az elfojtott dolgok, és ez valami csodálatos, hát egy ilyen, egy adag adrenalint ad, és én bízom ebben, hogy ez a darab tudja ezt. Egy különleges fehér térbe helyezték az előadást. Mi ennek az oka? Hát ugye ez egy ilyen fejedelmi, hercegi, grófi környezetben történik, tehát itt kastélyokról van szó, de ennek emellett kellett nekem a térnek az a fajta sterilsége, amiben ez a sok szerves érzelem, szenvedély egyszerűen világítani tud. Úgyhogy ezért próbáltunk egy szép, de nagyon egyszerű teret helyszínül megfogalmazni. A jelmezek azok ugye, hogy egy picit utalnak erre a világra, a színeikben, anyagukban, szabásban, de azért persze, hogy próbáltuk kortalanná tenni, azért, hogy ne egy idézet legyen a múltból, hanem valóban megtapinthatóak legyenek ezek az emberek, valóban megfoghatóak legyenek a mai ember számára is. Pont ebben az órában. Minden reggel pont ebben az órában szoktál a dominikánus templomba misére menni. Mi lenne, ha megpróbálnék beszélni vele? Pont ma, az esküvőd napján. Úgysem a misével lesz tele a szívem. Egyébként ki tudja? Pilinszky János, azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehuny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az istenek, a por, meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Az imént Pilinszky János versét hallhattuk a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium diákjától, Kovács Dorinától. 95 évvel ezelőtt, november 27-én született Pilinszky János, a 20. század talán legjelentősebb magyar költője. Róla beszélgetünk vendégemmel, hiszen itt van Karádi Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem oktatója. Szép napot, tanár úr, szervusz! Szervusz, parancs! Pilinszky Jánosról nagyon sokan hallhattunk, nagyon sok verset olvashattunk, és ugye hát adott a kérdés, hogy miért is tituláljuk sokszor úgy, hogy legjelentősebb alkotó. Te hozzáértőbbként hogyan látod ezt? Pilinszky János költészete olyan egyedi líra, amelyhez aligha van hasonlítható a magyar irodalomban. Ha a rokonait keressük, vagy hát ha keresi a kritika, akkor Füst Milánt a korábbiak közül, illetve József Attilát szokták legfőképpen emlegetni. Ha pedig a kortársai között nézünk szét, akkor az újholdasok jöhetnek szóba. Elsősorban Nemes Nagy Ágnes nevével találkozunk leggyakrabban. Tudjuk például, hogy az Apokrif című fantasztikus nagy versét 1950 tájban kezdte
kezdte el írni, 54-ig írta, és följegyezték kritikusai, hogy ennek a versnek minden szavát többször megbeszélte Nemes Nagy Ágnessel. Hogy miért tartjuk őt, vagy tartják őt a kritikában a magyar irodalom egyik legjelentősebb lirikusának? Valószínű azért, amit Tolcsai Nagy Gábor monográfiájának végén mond, amikor arról beszél, hogy Pilinszky János egy olyan költészetet hozott létre, amely ontológiai költészet, egyedi költészet, az ember végességére, az ember halálra ítéltetettségére, ugyanakkor létezésére és az Istennel való viszonyára kérdez rá. Nagyon lirikus és nagyon jelentős ugye az ő alkotásai. Miért szerethetjük mi olvasók az ő stílusát, hogyha szabad így kérdeznem? Úgy gondolom, hogy Pilinszkynek a korai versei közelebb állnak az olvasókhoz, mint a későbbiek. Talán a Trapéz és korlát világa, amelyből gyakran szoktunk verseket emlegetni. De az a fordulat, amely a harmadnaponnal kezdődik, és ugye 59-ben jelenik meg, és majd a 60-as, 70-es években tart, afelé mutat, hogy ez a személyesség fokozatosan személytelenebbé válik, fokozatosan látunk egy elszemélytelenedést ebben a költészetben. Úgy vélem, hogy Pilinszky világa azokhoz áll elsősorban közel, azon olvasókhoz áll elsősorban közel, akik maguk is vívódnak ezekkel a kérdésekkel, amelyekkel Pilinszky vívódott, illetve maguknak is olvasói élményük azok a szerzők, mint Dostojevszky, uh-huh. például, mint Kierkegaard, mint Hölderlin, akiket maga Pilinszky olvasott szívesen. Egy nagyon tanult emberről van szó, bár diplomát úgy tudom nem szerzett, tanult ő jogot, tanult ő magyar-olasz művészet történetet, és még sorolhatnánk. Hogyan lehetett az ő életében, mi inspirálhatta őt, hogy írjon? Biztos voltak ilyen kutatások. Egy írónál mindig nehéz megmondani, egy alkotó embernél mindig nehéz megmondani, hogy miért ír. Erre a kérdésre az egyetemen az elsős hallgatókra, mikor föl szoktam tenni, azt a választ adjuk óra végén, hogy az író valószínűleg azért ír, mert nem tud nem írni. Ha tudna nem írni, akkor nem író lenne, mert más csinálna. Valószínű Pilinszkyben is ez a késztetés olyan erős, amelyet éppen a napokban olvastam Czeisel Endrének a dolgozatát, amelyet ő Geizir modellnek tételez. Amikor végignézi a családfát, akkor nem talál hozzá fogható irodalmárt ebben a családban. Hogy miért ír? Talán azért ír, hogy mindazt az élményt, amelyet részben a II. Világháború alatt elszenvedett, részben gyerekkori traumákat, részben gondolkodásának alakulását megpróbálja megfogalmazni, valamilyen módon formába önteni, de a legizgalmasabb kérdés az, hogy ő amíg verseiben rendkívül szűkszavú, hiszen egész lírai életműve egy nem túl vastag kötetben elfér, sőt azt látjuk, hogy rendkívül erővel meggondolja azt, hogy mit ír, milyen hosszú, illetve milyen rövid verseket, egyre inkább szűkszavú költészetet művel. Addig több kötetre rúgnak azok a szövegek, amelyeket esszéknek nevezhetnénk, amelyeket kritikáknak nevezhetnénk, amelyeket gondolatfutamoknak, de ugyanúgy levelek, feljegyzések, töredékek és drámák is maradtak utána. És ezek a hosszabb alkotások vannak esetleg tematizálva? Van esetleg egy olyan szféra, amit ő magáénak érzett és jobban kedvelt? Hát mivel tudjuk, hogy Pilinszky évekig az Új Ember című lapnak is munkatársa volt, a Vigiliának is munkatársa volt, ezek a folyóiratok nagyjából tematikailag körülhatárolták, hogy miről lehet írni, de mindenről írt, ami őt érdekelte, ami őt az irodalomban, a művészetben érdekelte, a filozófiában, a vallásban, a hitben érdekelte, hiszen maga mondja magáról, ismerős az a mondat, hogy költő vagyok és katolikus. Mindaz, ami belefért a költészetbe és a katolikus gondolkodónak a létvilágába helyet kap ezekben az írásokban. Nem beszélve arról, hogy
ezek a szövegek, ezek a prózai művek őt, mint elmélyült gondolkodót is elénk állítják, nem csak költőt, hanem gondolkodót. Ugyancsak hallatlanul izgalmas az a világ, amelyet ő a drámáiban fejez ki, nem beszélve azokról a könyvekről, amelyeket például a Sheryl Sandnál folytatott beszélgetéseik alapján ír le. Hiszen ha arra gondolunk, hogy ezekben arszpoétikus eszmefuttatások művészetről, filmről, színházról, egyáltalán esztétikáról, gondolkodásról, az evangéliumi esztétikáról ugyancsak helyet kapnak, akkor azt mondhatjuk, hogy Pilinszky egy prózai műveiben kevésbé ismert nagyhatású esszéistának, a gondolkodónak is tekinthető. Én köszönöm szépen, tanár úr, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mit is kívánhatnánk ugye november 27-e előtt, ugye Pilinszky születésnapja előtt, hogy hát minimum egy verset mindenki olvasson el, akár mondjuk az apokrifet. Az kicsit nehézkesebb, de átgondolt, az biztos. Én köszönöm szépen még egyszer, a következő percekben pedig egy kiállítást ajánlunk önöknek. Mikita Viktor fotóművésznek az alkotásait láthatják a Pál Gyula teremben, ha jól tudom. Nyíregyházán csütörtökön volt a tárlat megnyitója íme. Meg valakire azt mondták, hogy művész, ráadásul fotóművész, azt meg el sem tudtam képzelni, hogy az micsoda. Mert hogy a művész nekem akkoriban ugye a óvodából, az iskolából lehetett ismerős, aki egy palettával áll egy vászon előtt, és azt festegeti. De ettől a pillanattól kezdve, ha én azt hallom valakiről, hogy művész, akkor nekem ez a fura, mozontos figura ugrik be. Rende Sándor ezekkel a gondolatokkal emlékezett a fotóművész Mikita Viktorra. A nyíregyházi tehetség 1956-ban született, és egészen fiatalkorától már gimnazistaként foglalkozott a fotózással. Az ő emlékére nyílt kiállítás a Pál Gyula teremben Nyíregyházán. Ma a képek beszélnek, méghozzá azt mondják, hogy ma bizony ez nem csak egy emlékkiállítás, hanem egy olyan kiállítás, amely egyben elégtétel is. Mikita Viktornak, aki én azt gondolom, hogy a képeket nézve igen, megérdemli már. És megérdemeljük mi is, hogy a saját lelkiismeretünkkel is elszámoljunk a mai napon, mert hogy elégtétel nekünk is. Hogy itt lehetünk, tisztelekhetünk előtte, nézhetjük a képeit, és én abban bízom, hogyha az internetben a holnapi naptól a keresőbe beütjük azt, hogy Mikita Viktor, akkor nagyon sok találat fog érkezni majd képekkel, szöveggel, sok-sok érdekes sztorival. A fotós tragikus sorsát viszonylag kevesen ismerik. Piszkos, ízléstelen képeknek titulált a munkáit a helyi kritika, mindezt erős pártbizottsági nyomásra az 1980-as években. Amikor elhagyta az országot, először Amerikába ment, de néhány évvel később csalódottan hazatért. 1944-ben tragikus körülmények között vesztette életét. Viktor emlékére rendeztük ezt a kiállítást. Elég egyszerű volt a válogatás, mert azokat a képeket állítottuk ki, amik készen voltak. Minden képet ő csinált meg saját kezüleg, és abban a korban, amikor készültek a maguk a képek, az egyik cikkben, ahol méltatták a fotóklubot, és visszaemlékeztek a Mikita Viktorra, azt írta a Kincses Károly, hogy szerinte kétségkívül ő volt közöttünk a legtehetségesebb. És hát is talán ezek a képek megmaradtak az archívumban, most Eszternek adtuk, és nagyon szeretnénk, ha leporolnánk az emlékét, és újra láthatná sok-sok év után a közönség. Ez a 80-as évek elejének a kortárs magyar fotográfiának az egyik legprogresszívebb vonala, amit látunk most. Közeli barátok voltunk, és én két katalógusához is írtam elő szót, és együtt voltunk stúdiósok, és nagyon én hoztam el a stúdióból a negatívjait, ő éppen Bécsben volt átmenetileg, mert tovább ment Kanadába, majd hazajött,
és ezek a negatívok is Eszternél vannak most már szerencsére. Senki nem kereste volna nálam, csak a Fotoművészszövetség eladta azt a labort, ahol dolgoztam. Unokája örökölhette a művész génjeit? Ez több olyan kép is bizonyítja, amelyet az unokája készített. Anélkül, hogy látta volna nagyapja eredeti alkotásait, szinte teljesen hasonlóak. Az emlékkiállítás december 17-ig látogatható a Pál Gyula teremben.